Ha nem is példanélküli, de nagyon ritkán látható események szemtanúja volt az az 500 néző, aki vasárnap délutáni programnak a Szolnoki MÁV FC Csákvár szezonzáró foci meccset választotta. A 22. percben ugyanis le kellett cserélni a játékvezetőt. Ducsai József megsérült, így a tartalékjátékvezető Szilágyi Sándor vette át az ítés szerepét. Ekkor már 1-0-ra vezetett a MÁV, Novák Csanád ugyanis a 11. percben megszerezte szezonbéli 16. gólját. A szolnoki vezetés után ugyan kiegyenlített lett a küzdelem, az utolsó 10 percben viszont a hazaiak átvették az irányítást eredmény nélkül. A második félidő harmadik percében viszont történt egy kis bibi. Kovács Olivér megkapta második sárgalapját, így az öltözőbe parancsolta a szolnoki középső védőt a helyettes játékvezető. És az emberelőnyt viszonylag hamar gólra váltotta a 17. Csákvár. 6 perccel a piros lap felvillanása után Nádori kiegyenlített, innentől pedig már a létszámhátrányban lévő Szolnoknak lehetett meleg a pite. Ugyan a MÁV támadott, mezőnyfölényben is volt, de a veszélyesebb helyzeteket a vendégek tudták kialakítani. Az utolsó percben azonban megint csak kamatozott Novák Csanád dörzsöltsége. A szolnoki center kiharcolt egy 11-est, amelyet aztán ő maga értékesített. Így a gólzáporos búcsú ugyan elmaradt, de a MÁV az utolsó fordulóban is megharcolt a 3 pontért. 13. hazai győzelmével a csapat a 9. helyen zárta az MB2-t. A bajnokságot a Debrecen nyerte meg, és egy év kényszerszünet után visszajutott az első osztályba. Másodikként viszont a Gyirmót lett MB1-es, és nem a Vasas.